A házelnök házelnök, nem pedig házmester. Ez volt a szocialisták válasza például arra, amit Kövér László házelnök a Lex Ceu hatályon kívül helyezését kérő javaslatukra mondott. Röviden nemet. Tóth Bertalan, a Szocialista Párt frakció vezetője, vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kifogást nyújtottak be az igazságügyi bizottsághoz, mert újra visszautasították ezt a kezdeményezésüket. Azt mondta a házelnök, hogy ez sérti az országgyűlés méltóságát. Ennyi volt az indoklás? Igen, sajnos ebbe a rövid kis levélbe, amit küldött nekünk, ennyit írt le, tehát nem fejtette ki, hogy pontosan mit kifogásolt a törvényjavaslatunkkal kapcsolatban. Azért sejtjük, igen, a titulust. Igen, tehát nyilván... Ami azt, még mindig szebb, mint a népi szlogenek. Igen, igen. Azt kell látni, hogy akkor beterjesztünk egy törvényjavaslatot, akkor ugye az indoklásban szoktuk kifejteni a politikai álláspontot. Ezt nyilván a választók annyira nem szokták elolvasni, de mégis a jegyzőkönyv hűsége kedvéért azért ezt bele szoktuk írni. Mi pedig azt az álláspontot fogalmaztuk meg az indoklásban, amit a tüntető emberek, civilek mondtak el szónoklatokban, vagy akár skandálásban. Ugye volt egy kifejezés, amit gyanítom, hogy ő kifogásolt, ez a Paprika Jancsi, amit idézőjelbe tettünk, de valóban nem használtuk. Áder azért. János köztársasági elnökről van szó, igen. Csak azok kedvére, ugye, akik nem találták ez a, ki. Ez a házmester meg házelnök hasonlat, ugye tényleg elkezdett most már úgy viselkedni, és nem csak Kövér László, hanem láttunk most olyan eseteket, amikor pont Szél Bernadettől vették el a szót, amikor fölmutatott egy üres papírt. Tehát kezd most már olyan szintre lépni ez a fegyelmezés, ahogy ők fogalmaznak, vagy büntetések kiszabása, ami azt mutatja, hogy kapkodás van, hogy valamilyen félem, tehát ez az egész ügy biztos, hogy zavart okozott a Fidesz környékén, de arra nem volt még példa, hogy egy törvényjavaslatot így visszautasítson a házelnök, tehát ezért fordul most az igazságügyi bizottsághoz, hogy újra megpróbáljuk, de elutasítják, akkor be fogjuk nyújtani egy soros indoklással, mert számunkra nagyon fontos, hogy a parlament tárgyalja a Lex Ceu eltörlését, amit ugye tegnap Brüsszelből is megtudtunk, ugye, hogy kötelezettségszegési eljárás megelőző eljárás indult, hogy itt bizony a külföldi egyetemek diszkriminációjáról is szó van, tehát nem csak a CEU-ról, hanem általában a külföldi egyetemek működésének korlátozásáról, ami akár az európai szerződéseket is sértheti. Ahogyan mondja, Brüsszelben is, és tehát itthon a magyar parlamentben is folyik a Lex Ceu-val kapcsolatos cselekvés sorozat. Szanyi Tibor pártársát hadd idézzem, aki azt mondta, ezzel dolgot kiemelhetnék, de ez most azért lenne fontos, mert ez mégiscsak a szocialistákat érinti, hogy amennyiben szerinte a Fidesz ezt az, úgymond ahogyan Szanyi Tibor szokott fogalmazni, balhét is sértetlenül megúszta, úgy javasolja, hogy a frakció más demokratikus parlamenti csoportosulásokkal együtt függessze fel a néppárttal való formális együttműködés. Lát erre esélyt? Hát ugye ez az európai szocialista és szociáldemokrata frakcióra vonatkozik. Igen, tehát én azt gondolom, hogy eljött most már az ideje, hogy lépjenek az ottani szociáldemokraták is. Ugyanis azt láthatjuk, hogy Orbán Viktor folyamatosan tolja ki a határokat. Tehát mindig tesz egy-egy lépést. Most, és mindig megáll az végső és határon, és mindig ugyanúgy, megáll a végső határon. Mindenki más, aki vele szemben harcol, néppártól kezdve bizottsági elnöki. Így van, és utána megint elindul, és ezt a határ, ez folyamatosan tárul. Tolódik. Tehát egyszer véget kéne vetni ennek, és az Európai Néppárt nem tesz ez ellen, akkor bizony át kell gondolni, hogy az Európai Parlamentben egy olyan párttal érdemes együttműködni, aki egy ilyen miniszterelnököt támogat, és egyszerűen bent hagyja abba a pártcsaládba azt a pártot, aki ezt műveli Magyarországon. Erre mindenképpen lépni kell, ebben Szanyi Tibornak igaza van. Szanyi Tibor még azt mondta, és ezzel átvezetném egy kicsit a beszélgetést a belpolitikára, hogy az érdemi befolyás természetesen az adott hazai háttér erejéből fakad, és reméli, hogy az MSZP a nagyréti sátras műsoros majálisnál, idézem Szanyi Tibort, fajsúlyosabb politikai erőfeszítésre szánja el magát. Az MSZP kongresszusa május 27-én lesz, ott hivatalosan megválasztják a miniszterelnök jelöltet, Botka Lászlót. Lehetőséget kapott Botka László arra, hogy véleményt mondjon a 106 egyéni képviselőjelöltről. Állítólag már azt is közölték a frakció tagokkal, hogy ne számítsanak befutó helyekre az országos listán. Állítólag a sajtóban megjelent, hogy Botkának új feltétele van, konkrét vétójog, amit ő már cáfolt, azt mondta, hogy egyetértési jogot kér. Miről van tehát szó? Hát ezt nem tudom, hogy melyik sajtóorgánumok írták. Nagyon gyanítom, hogy valamilyen habony
körhöz tartozó sajtóorganom írta. Tehát szó sincs vétójoga. A frakció ülésen nem hangzott el, tehát egyik képviselőnek sem mondták azt, hogy ő nem lesz befutója, vagy bármilyen helyen. Van egy jelöltállítási szempontrendszer. Ezzel azt amit is akarja mondani, hogy vannak befutó helyek? Nincsenek, tehát nem állt még össze a lista. Valóban Botka László egyetértési jogot szeretne mind az egyéni választó kerületekbe a jelölteknél, mint pedig az országos lista összeállításánál. Mi a különbség nyilván, az egyetértés és a vétó között? Hát nyilván együttdöntési helyzet alakul ki az elnökség és majd a választmány között, és a miniszterelnök jelölt között, de ez egy teljesen érthető dolog, hiszen miniszterelnök jelölt lesz, és mondjuk kormányalakításra készül, akkor természetes, hogy beleszólása lehet abba, hogy milyen frakció támogassa majd az ő kormányzatát. De felülírható mondjuk egy-egy emberek kapcsolatban, amit ő gondol? Ez pont az egyetértés, az együtt döntés, amit én mondtam, az egy közös megoldás. Tehát ebben egy olyan lépés történik, amiben az elnökség, a választmány és a miniszterelnök jelölt együtt dönt. Tehát egyeztetni kell, meg kell egyezni. Tehát itt nem arról van szó, hogy Botka László állítja össze az országos listát. Ennek megvan az alapszabályba lefektetett folyamata. Tehát amiben az ott marad, az természetesen, pont olyan és lesz, csak eddig miniszterelnök jelöltnek ebbe beleszólása van, ami szerintem egy teljesen természetes. Tehát szó sincs vétójogról. Azt is mondta, hogy nem egy, hanem sok feltétele van a folytatáshoz, egyik sem személyes feltétel, mondta Botka László. Mik az újak az eddigi feltételekhez képest, az eddigiekhez képest, és mi a véleménye arról, hogy sok helyen az jelenik meg, hogy az eddigi feltételei közül egy sem teljesült, nem lesz közös lista, az ellenzéki pártokkal nem sikerült megállapodni, az ő személyéről minden mérhető formáció személyétől elzárkózik, együtt párbeszéd, DK, LMP, Momentum. Miért alakult ez így, és hogyan tovább, és milyen új feltételek merülnek? Először is a célt kell tisztázni. Tehát melyik pártnak mi a célja? Botka László azt mondta, hogy ő győzni akar. Le akarja váltani az Orbán kormány. Többi pártnak ugyanez a nézze, célja. De bocsánat, a többi pártnál ugye a DK azt mondja, a DK elnöke, hogy ők 10%-ot akarnak a parlamentbe. Az Együtt azt mondja, hogy ők frakciót akarnak a parlamentbe. A Momentum azt mondja, hogy most nem akar nyerni, majd 2022-re készül. Sokszor cáfolták ezt már azóta. Rendben. De szerencsétlen nyilatkozat igen, volt. Szerencsétlen nyilatkozat volt, de mégis majd eljutunk odáig, hogy mindenki abban lesz érdekelt, hogy győzni kell, és Orbán Viktor kormányát pedig le kell váltani, és ezt a rendszert le kell bontani, akkor lesz értelme újra leülni. Én nem zárom ki az együttműködést, ahogy Botka László fogalmazott, hogy ez az egyik feltétele, de nem a végső megoldása a győzelemnek, hogyha összefogunk és együttműködünk. Azt kell meghatározni, hogy 2018 után milyen Magyarországot szeretnénk, és hogyan akarjuk legyőzni Orbán Viktor. Az, hogy milyen képviselői helyet akar a parlamentbe, frakciót akar, vagy csak be akar kerülni a parlamentbe, a számunkra nem cél, számunkra a győzelem a cél. Fizessenek a gazdagok, ugye ez volt az elhíresült plakátkampány, országos kampány. Milyen visszhangja volt ennek a kampánynak mostanáig? Az én tapasztalatom szerint nagyon jó a visszhangja, hiszen megfogalmazta Botka László, hogy pontosan mire gondol. 1 millió forintos fizetés, 100 millió forint fölötti vagyon utáni plusz adófizetés. Sok kritikát kaptak azzal, hogy inkább az illegális közpénzlopásra kéne koncentrálni a helyet, hogy összefügg a tisztességgel keresett középosztálybeli pénzeket a gazdagoktól elveendő adóemelésként sajnos titulálják. Igen, tehát abban igaza van, hogy ezek a paraméterek egy valós középosztály paraméterei lehetnének, de Magyarországon erről nincsen szó. Hát minden statisztika azt mutatja, hogy keresni kell azokat a családokat, azokat az embereket, akiknek 100 millió forint fölötti vagyonuk van. Nincsenek azok sem sokan, akik 1 millió forint fölött keresnek, inkább azoknak a tömegei vannak, akik ennél jóval kevesebbet keresnek. De hogyha most megnézzük pont a 100 leggazdagabb listáját, amiben ugye Mészáros Lőrinc most már 5. helyre került, és 100 milliárd forintot keresett egy év alatt, bocsánat, ugye azért neki nem 15% adót kéne fizetni. Sokan kifogásolják, vagy írják meg mostanában, hogy az országjárás, Botka László országjáró körútja nagyon kevés embert vonz, még a nagyvárosokban is, és elsősorban az idősebb generáció pár tucatnyi tagját. Mi ennek az oka? Hogyan lehet ezen változtatni? Az én tapasztalatom teljesen ellenkező. Én a Pécsen voltam, ugye azt mi szerveztük azt az utcafórumon, ott több mint 400 ember jött el erre a beszélgetésre, és ráadásul ottani egyetemisták, fiatalok tüntettek a CEU bezárása ellen, tehát nekem nem ez a tapasztalatom. Uh-huh. Az biztos, hogy nincs még kampányhangulat. Tehát itt az, hogy most ezrek menjenek egy-egy ilyen kampányeseményre, kampányrendezvényre, annak majd eljön az ideje. De nagyon fontos, és szerintem megint hadd emeljek ki a specialitást.
azért Botka László oda megy az emberekhez és beszélget, meghallgatja a kritikai észrevételt is. Ez azért nem mondható el például a Fideszről, aki csak a saját bázisán és a saját szimpatizánsaival kommunikál. Ez egy nagyon jó lehetőség volt neki is, hogy tapasztalatot gyűjtsön, és a választópolgároknak is, akik eljöttek, elmondták a véleményüket, föltették a kérdéseket, és megismerhették a miniszterelnök jelölt programját. Hát kritikát most a kormány például Brüsszelben ezen a héten kap bőven. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!